Az idei Tolnasomogy megyei középiskolai angol műfordító verseny különleges jelentőséggel bírt. Ennek a mérföldkőnek a megünneplése még inkább kiemelte az esemény fontosságát és hagyományát a régióban. Ez a jubileum év lehetőséget adott nekünk arra, hogy egy kicsit megújuljunk, és kicsit trükkösen fordítsunk az eddigi szokásokon. Ugye a mesterséges intelligencia előretörésével az első, eddigi első rész, ami egy fordítási feladat volt, irodalmi művek, újságcikkek fordítása volt, azt átpakoltuk ide most a második fordulóba, mert mi azt szeretnénk, hogy a fordítási verseny lényege, a fordítás megmaradjon. Nagyon fontos nekünk, hogy a nyelvoktatás fontossága abban is nem érhető, hogy a gyerekeket motiváljuk ezekkel a külön versenyekkel, osztályon kívüli, tanórán kívüli lehetőségekkel arra, hogy minél inkább kipróbálják magukat. Például most indulunk hétvégén szombaton Lengyelországban egy Erasmus Plus programmal, ahol 11 gyerek fog tudni kapcsolt be a képességeidet címmel megismerkedni lengyel, illetve ukrán kollégákkal, illetve diákokkal, kapcsolatokat építeni és használni az idegen nyelvet. Az első fordulót online platformon tartották, majd a második fordulóban 22 diáknak adatott meg a lehetőség, hogy írásban és szóban is bizonyíthassák tudásukat. A verseny ez mindig egy óriási élmény, már csak megtapasztalni is, hogy milyen ügyes diákok jönnek, milyen ügyes nyelvtudással rendelkeznek, mennyire komolyan veszik, tehát hihetetlen látni, hogy teljes lelkesedéssel, magabiztossággal kiállnak, előadják a témájukat, és hogy olyan mély témákat is választanak, olyan nehéz témákat, amit azért így kamaszkorban azt hiszem elég nehéz előadni, főleg angol nyelven, és hogy ők ezt megtanulják, és mellette ugye mennek a fordítások, ott is mindig én válogatom össze a fordításokat, mert én egy szakfordító és tolmács is vagyok így az angol tanárság mellett, és igyekszek azért eléggé nehéz fordításokat választani, hogy azért nehéz legyen a diákoknak, kelljen gondolkodni, hogy ott a különböző reáliákat és kifejezéseket, azt a terminusokat hogy tudják lefordítani. Fancy refers to as being the most powerful woman in the world in the 80s, and she's known for her very strong set of principles. Most már 30 éves ez az angol verseny, és minden évben igyekszünk valami kreatív dolgot kitalálni. A tavalyi évben volt például festés, amikor a diákoknak be volt kötve a szemük, és úgy kellett egy lapra festeniük. Most lufival, tortával készültünk, 30-as lufival, tehát mindig valahogy próbáljuk egy kicsikét színvonalasabbá, választékosabbá tenni ezt a versenyt. A jövő év az majd meglepetés lesz. És hát most ez miatt is próbáltunk megint egy kicsikét nehezebb szövegeket, nehezebb témát választani, hogy egyre jobban azt hiszem tartsuk a színvonalat és mérjük a diákoknak a tudását. Ezáltal a verseny során nem csak tudásukat gyarapíthatták, hanem a résztvevők szociális készségei is fejlődtek, ami hosszú távon is hasznos lehet az élet minden területén. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes témákat hoztak a versenyzők, és nagyon jól ki tudják fejteni. Tényleg látszik rajtuk, hogy komolyan veszik, és élvezhető, azt gondolom, teljesen más témákról van szó. Ugye az átfoglaló nagy téma az ugye, hát a történelem hősei azonban nagyon sokféle pontból közelíti, ezt meg nagyon sok ember, és ez nagyon jó látni, hogy tényleg nem egy dologra épül az egész, hanem vannak más és más ötletek. A prezentációkat látva azt elmondhatom, hogy nagyon-nagyon ügyesek, és hallani, hogy nagyon szépen beszélnek angolul, és látszik, hogy felkészültek, szóval nagyon-nagyon érdekesek a prezentációk, és jó hallgatni. Szóval így szervezőként is kicsit olyan, mintha én is egy néző lennék, mert meghallgathatom ezeket a prezentációkat. Sokan kizárólag az angol nyelv szeretete miatt jelentkeztek, mások tanáraik javaslata alapján döntöttek úgy, hogy megmérettetik magukat. Hát igazából nagyon jó ez a verseny, mert így láthatjátok, hogy a hangulat is milyen jó itt, meg minden. És az angol tanárnőmnek köszönhető, hogy én jöttem a versenyre, és akkor hát így, és akkor évek óta így szereplek, és hát nem tudom, egyre jobb így évekkel.